Közel 200-an fogadták el idén a szervezők meghívását, így a fogadó nagytermében nem is fértek el a bálozók. A két helyszín azonban lehetővé tette, hogy különböző stílusú zenére mulassanak a gengszterek. A hátsó nagyteremben egy Lajos Mizsai zenekar, elől pedig Komlósi Gyuri DJ szolgáltatta a talpalávalót. Ahhoz, hogy valaki bejusson a bálba, feladatokat kellett teljesítenie. A gangster klubban nem lehet csak úgy szeszcsempészet, úgy, tehát megmotozták, tehát testőrök fogadták őket, akkor ugye a Kornáló úrnak adót kellett fizetni, tehát itt mindenféle feladat volt, tehát a kaszinó, kis kártyajáték. A bál hangulatát a szülők és óvónők erre az alkalomra koreografált tánc bemutatója tovább fokozta. A Weinhardt Krista óvodapedagógus által betanított produkcióban 13 gangster ropta a rózsaszín párduc és Michael Jackson zenéjére. A táncban szerepet kaptak Don Corleone, egy bőrönnyi pénz és a kicsik plüssjátékai is. Az oktatási intézmények által szervezett farsangi bálaknak több célja is van, de a legfontosabb, hogy a bevételből szebbé, élvezhetőbbé tegyék a gyerekek környezetét, olyan dolgokat is meg tudjanak valósítani, amire központi forrásból nem jutna pénz. Tavaly ugye a játszóteret újítottuk fel, hát azért itt még vannak hiányosságok, amiket be kellene pótolnunk, ezeket szeretném most utólagosan pótolni. Azért lett kész igazán, mert ugye kaptunk olyan felajánlásokat, de még hiányosságok vannak. Tehát ez az elsődleges cél. A vacsorát követően mindenki kedvére táncra perdülhetett, illetve beszédbe elegyedhetett ismerőssel és azokkal, akiket eddig csak látásból ismert. A tombola húzáson a segítők jóvoltából értékes ajándékok találtak gazdára.